Jó éjszakát, kuflik! Meleg nyári este volt. Mindenki aludt, kivéve a denevéreket, pár éjszakai lámpás kukacot, meg egy holdkóros pelét. Ja, meg Valért és Fityircet. Te sem vagy álmos? Sosem tudok aludni, amikor teli hold van. Ha leoltanánk, talán el tudnánk aludni. Szerintem a holdat nem lehet eloltani. Próba, szerencse! Nézzük meg közelebbről. Hát, ha akad rajta egy kapcsoló, vagy valami efféle. Bőven elég lenne egy létra is. Titus, minap kért kölcsön egy létrát a varázsgombáktól. Remek! Megyek és elkérem tőle. Ilyenkor? Komolyan, éppen most akarsz fölmászni a holdba? Hát most van fent az égen. Azzal már kapaszkodott is felfelé. Miért bámultok? Egy barátunk épp felmászik a holdba. Létrán. Miért? Te talán lifttel mennél? Van egy kis baj, szólalt meg ekkor odafentről Valér. Itt vagyok a létra tetején, de mégsem érem el a holdat. Nyújtózkodjál egy kicsit. Már nem tudok jobban. Mi történik, srácok? Valér szeretné lekapcsolni a holdat, hogy ne világítson, de nem éri el a létre a tetejéről. Aha. Talán tudok segíteni. Próbálja meg a nyakamba állva. Jó ötlet! Na, mi a helyzet? Kérdezte Titus, mikor Valér már zödön nyakában egyensúlyozott. Még mindig hiányzik egy kevés, és most már szédülök is. Ez a hold közelsége miatt lehet, szerintem. Ti meg cirkuszi előadásra készültök. Zödön ilyetében elvesztette az egyensúlyát, a létre megbillent. Eldőlnek! Próbáljuk őket megtartani! Ám hiába. Még jó, hogy ilyen ruganyos ez a kupac. Inkább én vagyok ruganyos. Elárulnátok, hogy mi folyik? Haldotazás. Létrával? Úgy tudom, a holdba repülni szoktak. Pofánkának van egy papírsárkánya. Megyek és felébresztem. Semmit nem értek az egészből. Egyszerű. Valér belekapaszkodik a sárkányba, zödön fogja a madzagját, és elkezd nagyon gyorsan körbeszögdécselni. A sárkány felrepül, és usdi a hold. Így is lett. Valér erősen megfogta a sárkányt, zödön meg kezében a madzaggal, olyan gyorsan kezdett ugrálni a kupac körül, ahogy csak bírt. A sárkány egyszer csak felemelkedett. Forog velem a világ! Ne felejtsd a kapcsolót! Miféle kapcsolót? Valér felrepül a holdba, hogy leoltsa, mert túlságosan világít. Te meg ki vagy? Egy mellékszereplő. De hiszen a hold nem is lámpa. Hogy? Csodálkoztak a kuflik. Akkor meg micsoda? A hold belé nyúl égi lakása. Fura, de így van. Nézzétek, most is ott hegedül, mint minden éjszaka. Hegedül? Nem hallok semmit. Egyedül a tücskök hallják. Ezért énekelnek éjszakánként.
Na jó, de hol van Valér? Itt vagyok! Itt lent rajtam. Egy pillanatra elfelejtkeztem a sárkányról. Milyen volt a holdban? Mit láttál ott? Semmi. Sokkal messzebb van, mint gondoltuk. Jaj, ne már! Ásított pofánka. Amikor nem tudok elaludni, én mindig a csicske kénekét hallgatom. A legjobb altatódal. Hallgassátok csak! Erre a többiek is kíváncsiak lettek. Psszt! A kuflik letelepedtek, és fülelni kezdtek. Tényleg ott van a nyúl? Valóban, bár inkább egy hosszú fülű kuflira hasonlít. Ezután már nem hallatszott más, csak a tücskök éneke. Aztán meg hét kufli hangos horkodás. Megmutassam, hogy a szörteknőcök is milyen szépen tudnak énekelni. De ez most azt jelenti, hogy nem érdekel. Tengerre kuflik. Az úgy történt, hogy egy reggel először néhány rosszkedvű, szürke felhő jelent meg az elhagyatott rét felett, aztán esni kezdett az eső. Jaj, ne! Kiáltott fel Hilda. Csak nem lesz újra árvíz a réten. Ugyan, nehogy! Ez csak egy afféle nyári zivatar! Ez biztos? Kérdezte Hilda, mire hirtelen el is állt az eső. De jó! Kiáltotta vidámon Valér. Legalább plocskolhatunk egy kicsit a pocsolyákban. Ó, ezek a fiatalok! Ingatta fejét Bélabá, de azért ő is elindult Valér után. Hé, minket itt hagytok? Kiáltották erre a többiek, és azon mód Bélabáék után szögtécseltük. Mert ha van valami, aminek a kuflik sosem bírnak ellenállni, az nem más, mint, na igen, mint a pocsolyákban plocskolás. Egy átlagos kufli háromféle módon szokott pocsolyákban plocskolni. Egyenes vonalban, cikcakban, vagy össze-vissza. Ezen a délelőttön a kuflik mind a három módszert kipróbálták. Nézzetek, egy igazi tó! Kiáltott fel pofánka. Valóban, gyertek, nézzük meg közelebbről! Mámult hunyorogva a távolba Titus. Ez biztos, hogy egy tó? Nem lehet, hogy csak egy túl nagy pocsolya? Ilyen alapon egy pocsolyára is mondhatnánk, hogy igazából egy túl kicsi tó. Nem bírom, amikor pocsolyákról beszélgettek. Inkább plocskoljunk bele. Nem tudhatjuk, hogy milyen mély. Akkor mi legyen? Kérdezte Fityirc. Inkább hajókázunk keresztül rajta? Mekkora ötlet! Rendezünk rajta egy csalózka jó hatát! Hogy micsodát? Ó, akarom mondani, kalózhajó csatát. Valamiért ezt sosem tudom elsőre kimondani. Pompás gondolat! Nem volt hát akadálya, hogy egy szempillantás alatt mind beöltözzenek kalóznak. Egy szempillantás múlva. Ja igen, mert a kuflik kifejezetten az ilyen esetekre mindig hordanak maguknál zsebkalóz felszerelést. Még Fityirc is. Idáig megvolnánk. Már csak két hajót kell szereznünk. Megkérhetnénk a beszélő fatuskót, hogy legyen ő az egyik. Jó ötlet. Titus és Zödör rögtön el is indul, hogy megbeszéljék vele a dolgot. Szia! Nem volna kezdett kalózhajónak lenni egy izgalmas vízi csatában? Ha gyerekek, rívágyom, hogy kipróbáljam! Én is vízi csatázhatok! Kérdezte a Mohamanyi. Hát persze, te leszel a kormányos! Mondta Titus. Amíg távol voltak, a többi kufli megpróbált találni egy másik hajót. Itt nincs hajó! Itt sincs hajó! Itt sincs hajó. És itt sincs hajó. Itt sincs hajó. Álvásztettetek valamit? Szólította meg őket egy közelben átsorgó varázsgomba.
Kalóz csatához való hajót keresünk. Azt hiszem, tudok segíteni. Barátunk a vízipatkány néhány napja itt hagyta megőrzésre a csónakját. Ott van a vadradír csárjék mögött. Ez tökéletes kalózhajó lenne. Kezdődhet a csata! Beli cápa támadta meg a hajóinkat. Újságolt a Béla bá. Ezen könnyen segíthetünk. A varázsgomba előkapott a háta mögül egy képzeletbeli sigolyt, és a cápa felé hajította. Remek célzás! A cápa elmenekült. Rettenetesen megéheztem ettől a vízi csatától. Sóhajtotta Valér. Hé, ez az én szövegem. Dörmögte halkan zödön. Mit szólnátok egy képzeletbeli cápasülthöz? Viccelődött a varázsgomba. Attól tartok, képzeletbeli sültel, képzeletbeli éjséget lehet elverni. Jegyezte meg Fityirc. Szerintem legjobb az lesz, ha hazamegyünk uzsonnázni. Mondta Titus. Így is tettek. Polip simogassa meg a talpatokat! Vett búcsút tőlük a gomba, egy ősi, csendes óceáni kalóz köszöntéssel. A kuflik úgy néztek ki, amint szögdécselve távolodtak a csillogó víztócsák között, mint hét tengerét vesztett, mégis roppant vidám kalóz. Éj, egy kicsit ágyingerém van. Álmomban kalózok csatáztak körülöttem. A kuflik és egy... Szóval a kuflik és egy zsibbadó dudor. Gyerekek! Minden csupa lotymánc és szipot. Látszik, kiújult a makacs ugró dudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Béla bá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda, az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó. Béla bá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét és kezdte húzni. Jobb lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon, mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Béla bá, játsszunk kőpapírollót! Ha-ho, Béla bá! Nem tudjátok, hol lehet Béla bá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, tördelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt. Csopánkodott pofánka. Ez! Nyomozzuk ki, hol lehet? Szökkent fel a fűből Titus. A kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Ajaj, elvesztettük a nyomot! Torpant meg hirtelen Titus. Kit kerestek? Szólalt meg egy drótlábú haharca fejük felett. Bélabát! Válaszolta neki Titus. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a haharc. Egy doktort keresett. Valami doktor Fú, vagy Brú. Nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a haharc. Doktor Furdacs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor Fuszekli?
Eddig sem. Talán... Furcsa. Doktor, furcsa. Talán, doktor, furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa, a zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyunk, mondta Titusz, és meghúzta a csengőt. A Kuflik vagyunk, és barátunkat, Bélabát keressük. Jó helyen jártok. Gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok. Ez a rendelő. És hova Bélabá? Itt vagyok. Szólalt meg Bélabá hangja az egyik szék felől. Nos, igen, a barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a Kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása. Köztudott, hogy ez az ugró dudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Bélabának zsibbad az ugró dudora? Csodálkozott Valér. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet. Mondta ekkor Titusz. A viszontlátásra. A Kuflik sietve elbúcsúztak Dr. Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátatokat? Kérdezte a drótlábú haharc, amikor a Kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titusz. Nem látom. Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibbantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy hozzás sikerrel jár. Állapította meg a beszélő fatuskó, amikor a Kuflik végre letelepedtek a kupac tetején. Közben Bélabá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz, nem változol vissza, te teljesen. Mondta neki Zödön. Bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fontolóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne veled kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Bélabá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégiscsak tudja a dolgát ez a doktor Furcsa. Biccentett elismerően pofánka. Azért ezen túl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre. Mi meg majd? Nyomozunk utánad. Kiáltotta vidáma Valé. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével. Tette hozzá jelentőség teljesen Titusz. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. Á, gyerekek, én nem tudom. Hova furcsák lettek ezek a Kuflik?